Mindenki fog derülni magától. De hogyan? Nagyon is lehetséges, hogy egyszerűen elhagyhatnánk ezt a szobát. Semmi nem akadályozza meg. És mehetnénk tovább, mintha mi sem történt volna. Végül is nem igazán tudjuk kideríteni, mi történik. Az is lehet, hogy mi magunk tévedtünk el. Te most magadat hibáztatod, vagy minket? Mindketten tudtuk, hogy merre megyünk. Mindketten a saját célunk felé tartottunk. Akkor nem a mi hibánk volt. Nem! Az ismert abszurd drámában két hétköznapi üzletembert ismerhetünk meg, akiket rajtaütésszerűen kergetnek ugyanabba az üres terembe. A kényelmetlen és megmagyarázhatatlan szituációt az elején különbözőképpen értékelik. Férfi A okfejtéssel, míg férfi B cselekvéssel szeretne kijutni a lezárt szobából. Rengeteg kérdést tesznek fel egymásnak, vajon jutnak-e közös nevezőre? Inkább belemennek mindenben, csak őket hagyják békén. És ez bármilyen munkahelyre is igaz például, hogy inkább jó, inkább csöndben maradok, inkább megkunyászkodom, hogy hát ha akkor nekem jobb lesz, vagy nem döngölnek bele a földbe. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szempontból aktuális, és minden korosztálynak szerintem, mert mindenkinek más jut róla eszébe. Az idősebbeknek eszükbe jut a kommunizmus, a fasizmus, a fiatalnak akár mostani a munkahely. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez mindenkinek szól. Mrosek átdolgozott művének kulcsszava a manipuláció, mely nem biztos, hogy a mindenkori hatalom jelenlétét, sokkal inkább az önálló gondolkodás hiányát jelenti. A gépek és a kütyük átvették fölöttünk a hatalmat és az irányítást. Nagyon manipulálnak minket a mindennapi gépjeink, a mobiltelefonunk, a képernyő, és azt szerint élünk, amit ő diktál tulajdonképpen. Ugyanolyan szabadságvesztés folyik, és ugyanúgy érvényes Rozseknek ez a szövege. Természetesen a diktatúrában azért ez a személyi szabadságnak teljesen más volt a kontűrje, vagy az élet-halál kérdés az sokkal nyersebben, húsbamaróan feltevődött. Viszont úgy érzem, hogy napjainkban most már tényleg azt a világot éljük, hogy ha valakinek véletlenül a telefonja eltűnik, az egyenlő a legnagyobb pánikkal, és egyenlő a legnagyobb, úgymond szabadságvesztéssel, azt érzi, hogy hát minden kapcsolat, minden infó megszűnik, amire szüksége van. És hát tulajdonképpen erről az érzetről szól Rozsek szövege. Igazi jutalomjátékot láthatunk a Győri Nemzeti Színház népszerű művészeitől. A komfortzóna átlépése másfajta színészi játékot és koncentrációt követel meg. Ez egy borzasztó izgalmas játék, és Józsival nagyon jó játszani ezt a játékot. Tulajdonképpen néhány próba után olyan szinten tudtunk egymásra hangolódni, hogy tudtunk egymásra olyan szinten figyelni, és egymásból úgy építkezni, ami egy nagyon szerencsés csillagállás. És mondjuk egy nagy színpadi darabhoz képest, itt ebben a pici térben, ami egy igazán speciális tér, olyan minimális gesztusok és mimikák elegendőek, hogy nekem speciál, tényleg vissza kellett olyan szinten fogjam magam, és még így is valamikor azt mondom, hogy na, ez most lehet, hogy sok volt, mert itt minden apró pici lélegzetvétel is tulajdonképpen megsokszorozódik, de rettentően élvezzük, úgyhogy bízunk benne, hogy a nézők is majd meg fogják érezni ezt a szeretetet, amivel mi hozzáálltunk ehhez az anyaghoz. Múlt szombattól újabb bemutatóval bővült a népszerű játszóhely kínálata. Főszerepben az abszurd drámával Rozsek Striptease című darabját Zakarián Zalán rendezte Fejszés Attilával és Sárközi Józseffel a főszerepben. A Padlán Színházi bemutatók leginkább azokhoz szólnak, akik szeretik az újító kortárs színészközpontú produkciókat, az izgalmas tér kiváló terepet biztosít az egyedi, a szövegeket mélyen elemző kortárs daraboknak. Az előadások itt este 7:30-kor kezdődnek.